Jó reggelt, Vietnám! Szevasztok, gyerekek! Hát, folytatódnak a kalandok ezerrel, most időben el tudtam indítani a videót, volt annyi eszem. Közben rendezgettem itt éjszakát, az éjszakát nem akartam venni, mert mondom minek. Rájöttem egy olyan dologra, hogy például ugye tudok csinálni ilyet. Ugye a 6-oshoz kéne ez a Legendary Parts, ami ugye nem nálam van, viszont ugye tudok csinálni 5-öst. Ami nekem meg 3-as van, mivel ugye itt lehet változtatni, hogy te hányasat akarsz, akkor csinálod szart is. Tehát így vissza tudom downgrade-elni, vagy hogy mondjam, a kraftolási dolgot. Szóval ez így jó lesz szerintem. Úgyhogy ezt kellene kraftolni. Csak ugye most pont nincs nálam egy darab fasa, úgyhogy ezt megcsináljuk, azt akkor egy kicsit hatékonyabb leszünk. Sajnos a kajam az nem nagyon van, úgyhogy kaját azt megint kell venni majd. Bár azért lehet, hogy kihúznám, de lehet Jennyhez be kéne ugrani. Mert akkor be kéne fejezni azt az egészet, gyerekek. Lesz egy egész napunk, bőven be tudom fejezni mindenféle részletét, hogy hogy akarom én ezt megcsinálni, és akkor konkrétan már csak az upgrade-eléssel lesz. Kell foglalkoznunk, az arra meg tök ráérünk, még esetleg még majd alapanyagokat úgyis kapunk a küldetésekért, úgyhogy neki fogunk állni most már napokig küldetésezni. Most már picit megnyugszik a keeper, hogy megvan a struktúra, és az, a következő zombi ordát valószínűleg nem ott fogjuk tölteni, mert a 11. napban is, 14-en ugye a rosszabb vegye meg ezeket a kárnyalkat. 14. napon vissza fogunk menni úgyis oda, ahol vagyunk, vagy voltunk ezelőtt. Oda el kéne hordani dolgokat, azért nem mentem addig vissza, mert igazából úgyis, hogy 14-en visszamegyünk. Elhozzuk azt a víz lepárló akármicsonát, az csak kültérben működik? Beltérben nem, valószínű, hogy igen. Pedig az jó lenne, hogyha beltérben is működne, mert az a baj, nem tudom, hova rakom majd. Ugye, mivel ez a piramis bázis nagyon jó, csak az ilyen külti dolgokat az nem igen lehet sehova pakolni rajta, úgyhogy érdekes lesz az egész szituáció. Na de csullankodjunk szerintem. Aztán megyünk mind a messzes, tudjátok, Jenny, ugyanúgy, bevásárlás, nagy bevásárlás, utána meg ikánya, ne kányáljál egy te nekem, ott megy egy tyúk, hogy mi az? Ló, ott egy ló, nem ló tyúk, tudom egyébként. Ja, osonjunk, oson a foson, keeper this. Ez a kálya? Ez a jó kálya. Na, keeper, oson a foson. Ja, egyébként, amikor mész a létrán, akkor ugye izzel leszel. Akkor cseszheted a... Hol van a biciklim? Tehát ez a bicikli nálam mindig egy ilyen tortúra. Ezt mindig elhagyom. Ja, 57, figyelj, 58. Bár futunk is a biciklihez, itt az őrület. Azt már tekerünk is. Ja, akkor Johnnyhoz kellene menni, ugye? Itten be nyomunk egy balost. Elvileg. Hol van a Jenny? Itt van valamerre, ugye? Bazza, belekeveredek. Adta arra a Jenny. Oké, hát valami kaját nézzünk gyorsba. Majd kellene craftolnunk egy csomó fákját, mert a belsőt jól lenne kivilágítani. Hát de igazából egy csomó dolgot még kell csinálni, úgyhogy annyira nem kömeg szédülni. Figyelj, bevegyek. Miért nem megyek be egyébként? Azt akkor nem hamar gyorsabb vagyok, nem? Figyelj, Trader Jennynél is izé van. Vagy mindig megjelenek, mert ruggol ez a kerék, figyeld. Akkor hülyeség. Na, Trader Jenny, te ilyen veszélyes nőci vagy? Csecsek azok megvannak, látom. Inventory kéne nekem, nincs valami szerszámod még mindig, öcsém. Úgy miért nem változ? Mikor rossz tőlek ezek gyerekek? Valami kaja, pia, ilyesmi. Semmi kaja? Akkor valószínű, hogy... automata lesz. Vegyünk ilyet. Úgy. Vegyünk ilyet. Aztán akkor már mindjárt jobban állunk. Te, bázik a mennyezetet testvérem, vagy hugocskám, vagy minek nevezelek téged. Na, indul meg. Ennyi már. Rosszabb nem ette meg a szömödet, bazze, hogy kell irányítani ilyenkor? Na, a lépcsőn milyen triál bajnokok vagyunk. Persze, eser az eső, meg a tököbb, más nem kéne itt, hogy azon a képer. Vá, hum vagyunk már, hova kell mennünk? Jobb, rosszabb idő nem lehetett volna? Izébe kell itten veharba kell építkeznem? Azért nem is látszik, hogy lerombolták itt közben, vagy mi van. Hol van a izé, piramisom? Öcsém, már nem látok a kettőig. Még hogy belátom a területet, mi az közben meg izé van. Na, majd hogyha lesz fánk, akkor kraftolunk izét.
Kicsit olyan veszélyesnek érzem most ezt a területet. Nem tudom, olyan zavaró ez a VR, meg ezek tényleg ezek a zenék, ezek a... Húrá, nagyon parák. Na viszont ezt a... Hol van ez a vépen? Most Riktig nem azt adja ki elő, hol vagy? Így van, és akkor az ötös helyet hatos lekraftoljuk, ezt meg akkor leszkrepeljük. Oké. És akkor hova tetted? Ó, be is raktad oda, jó. Látod? És akkor már ötös baltánk van. Na, majd tudunk hatosat csinálni. Bár lehet, hogy ez a legendary parcot nem érdemes elhasználni ilyen gogyi számra. Vagyis gogyi dolgokra. Mit gondoltak erről? Várjál, annyi még. Hogy building blokkhoz menjen. Még azért néhány darab kell. Ha nem is olyan túl sok egyébként, már szerintem olyan túl sok ilyen building blokk egyelőre nem fog kelleni. Meg most már azt fogjuk csinálni, hogy be fogom falazni. Mert nincs rá arra szükségünk, hogy átmenjenek a zombik, mert igazából nem is fognak tudni bemenni, érted? Ja, nem, és lefáradtuk. Na, milyen szituáció? Ide most különleges blokkok kellenek, ugye? Úgyhogy ezt meg kell vizsgálni a keepernek. Azt mondja, hogy window, nincs olyan, hogy rács, vagy azt, minek nevedik a rácsot? Grill. Basic, nem tudom, hogy hívják be azt a dolgot. De most ne ezt mutassa nekem, hanem az összeset, úgyhogy. Nem grill, nem tudom, minek nevedik a rácsot, hol van a rács? Nem ilyen köl, hanem rács köl, rács! Ú, te amire megtalálod, lemegy a nap. Keeper. Tök jó ilyen romok is vannak. Design. Betűk. Zombieland felirat, tudod? Ezt vágod. Mondan, ez kell. Bazza, miket meg nem lehet csinálni, nem? Brutál jó. Mennyi fajta blog van itt, ezt el lesz a keeper egy darabig. Ez mi volt? Villámlod, vagy mi a pecsem? Hú, de megettem. Ho, az anyja úristenében vannak a rácsok. Elvileg sima rácsot is tudsz. Basicnél van, vagy hol van? Úristen, amire itt megtalálsz valamit, bazze. Jaj, hát ne szórakod. Ez mi ez? Híves dolgok. Ilyen dolgok. Bazze, nem találom a rácsot, testvérem. Oszlopok. Lépcsők. Mi fasz van? Olyan fura minden. Most meg éhezzé, testvérem. Jó, olyan nagyon fura minden. Itt van a... Hát a rossz se megyen meg, hogy hol volt ez? Cardwalks. Olyan rács kéne nekem, amelyik egyszer kell ilyen. Mark Owner, és azt akkor berakjuk az S-hez. Kell nekem olyan, hogy szélső rács, ilyen. És körülbelül akkor meg is vagyunk. Szerintem ennyi. Ugye nem középső kell, hanem ilyen kell, amíg szélső. Meg ezt is berakom, mert a létra is jó. Mert létrát is tudsz így csinálni egyből. Viszont nekem nem ez kell, hanem akkor ugye a... Ezek közül... Az all, oké, és akkor így. Kell nekem egy corner először is. De nekem egy följebb kéne, hogy rakjam. Nehogy azt mondja, hogy nem engedi berakni, mert megőrülök. De mondjuk az se baj, hogyha rakok oda, és rakok rá még egyet, mert akkor meg ugye az egy ilyen dupla védelem. Ugye, mert az a blokk is véd, meg az a blokk is véd, úgyhogy ez jó. Ez jó. Na, figyelj, keeper, csinálj itt a dolgokat, ugye? Ez egy jó dolog. Ó, de nézd, na ilyenre gondolt a keeper. Ó, ilyenre gondolt a keeper. Oké, és akkor, ó, ugyanígy. Ez jó, mert ilyen dupla védelmed lesz, figyeld. Mert ugye ezt is fel tudod ugyanannyira upgrade-elni, mint a másikat, de lehet, hogy nem kéne benn maradnom. Mondjuk itt még megtehetem. Ó, te... A tököm elsül. Ja, hogy ott már raktam. De kellene nekem egy. És ezzel tudsz egy olyan trükköt csinálni, hogy kívülre is tudsz egyet beforgatni. És már is dupla rácsod van, tehát... dupla védelmet tudsz csinálni, ugyanannyi, mondjuk, hogyha cobblestone-od van, akkor is tudsz dupla, nem tudod, így be tudod forgatni, de most én nem azt akarom ám, hanem ide. Ha cobblestone-od van,
Akkor is ugye az ezret ad, ezer védettséget, de kapásból te tudsz csinálni belőle 2000-et ezzel a módszerrel. Jó, ez. Na várj, együnk egyet, mert itten közben meg éjjelzik a karakterem, hogy az Isten gyila. Oké, jó, hát ez valami ilyesmivel gondolkodik a Keeper, most kellene nekem egy ilyen copy, és akkor megcsinálni a maradék, a fönti részt. De nézd, így. Az ugye csak egy blokk lesz, és a sarkok azok meg már. Ugye sarkot kell kopiznom. Ezt már be fogjuk fejezni olyan furra ebben a részbe. De nézd. Igen, tudom, hogy van egy törés itt az ablakoknál, ugye a... Márja, ugye kopizzunk egy kockát, azt akkor megoldódik a helyzet, ábert az a baj. Van ide egy kocka, gyerekek. Úgy. Kopizzunk egy olyat. És már is megoldódott. És akkor kellene nekem egy olyan... Mit csináltam? Ja. Kellene nekem egy olyan, gyerekek. Remélem, hogy el van mentve. Nem mentettem elő... Ja, de ezt elmentettem. Sarkot nem mentettem a bazze. De itt van. Ja. Érdekes. Oké, nekünk akkor ilyen kell egy csomó most. Ide egy. Ide egy, meg oda legfelőre is ártad volna. Mondjuk oda lehet, hogy... Hát azért, hogy jól nézzen ki, most egyelőre alkalmazzuk ezt. Aztán, hogyha nem tudom a madarak, azok hogy fognak támadni, vagy mondjuk valószínűleg nem fogják elverni azt a három vagy két blokk magasságot, mert ugye két blokk magas lesz. Szóval annyira nem nagy problém. Néha körül kéne nézni, hogy nem ront ránk valami. Na, én így ilyenbe gondolkodtam, gyerekek. A rácsok az tök jó, hogy ilyen duplázni tudod, ugye? Tehát akkor, mit tudom én, hogyha nem is tudom mennyit, az acél az például mennyit ad? A full acél? Vagy polírozott acél van-e már, vagy nem tudom, hogy az nincs-e. De... Az a lényeg, hogy duplázni tudod így a rácsnak a vastagságát. És a durability-ét, és gyakorlatilag csak egy ilyen vékony cucc lesz. Meg ugye ennek is, ennek a blokknak így duplázva van, tehát van egy ilyen külső, meg van egy belső rács blokkja. Úgyhogy ez is egy jó megoldás szerintem így. Meg egy csúcs, nem tudom, hogy csúcsot is tudunk-e találni. Egy csúcsot is akarok rakni, hogy akkor már az egy piramis forma az fullos legyen. Egyébként arra is gondoltam, hogy a tényleg a tetőre is kell... Uff. Apám! Azért már nagyon epik is, nem? És ez jó, mert így most már nem gond, hogy befalazom a bejáratokat. Mert ugye átmennek a az a jó, hogy az ilyen sima zombi hordák, azok átballagnak rajt. Hallod, azért ez most nem, tényleg nem azért, mert én csináltam, de azért brutál. Lol, ez azért a brutál kategória. Na, itt nekünk van egy olyan csúcs diszünk, vagy valami ilyesmi. Úristen, itt aztán találd meg, nem? Ó, Jézus Máriám, gyerekek. Hát te! Piramid. Hát ez nem az a fajta. De jó, mert azt meg nem tudnak arra fölmenni, várjál? Piramid. 1 méter x 1 méter. Valami ilyesmi kéne, biztos van. Fú, de az a baj. Ez mi ez? Ú, ez meg már nagyon bonyolult. Ú, te gyerekek, biztos ti látjátok, én meg rohadtul nem, azt itt ide van már. Meg vagytok őrülve. Itt a! Ez lesz az. Kész van, gyerekek. Meg vagyunk a piramissal, nézzük meg Besszebről azért. Itt meg ugye... Mi történik? Várj, a kopi. Oké. Okay. Kopi, majd belülről meg megcsináljuk a maradékot. Csak ránézzek, hogy milyen. Na gyerekek, azért ez elég epik, nem? Keeper oda fölülre fölmegy, majd mindjárt meg fogjuk próbálni azt is, megcsinálva létrát mindent, belsejét is megcsináljuk. Ebben a részben már fejezzük be, én úgy gondolom. Egy ajtót egyelőre lehet, hogy fogok hagyni. Mondjuk nem ártana, mert akkor nem fogok tudni bemenni, ugye? Az utolsó oldalon majd meghagyjuk. Csak ugye az a baj, hogy egyelőre még itt nem biztos, hogy ez jó ötlet volt, lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy mégiscsak hagyjak bejáratokat, mert az lesz a probléma ezzel az egésszel.
hogy ha jönnek zombik tényleg, akkor izélni fognak itt nekem. Nyavajogni aztán az nem biztos, hogy jó. Csak annyit akarok csinálni, hogy akkor már szimmetrikusan legyenek a bejáratok. Egyelőre, amíg nincs full kész, addig akkor így marad. Oké, oké. Ja, basszus, kevégen nézünk ki. Jó, ezt lekopi, és akkor ide beszórjuk ezt a eleket. De még kell egy bejáratot, itt ez ki van vágva, ide beszórjuk. Ja, kellenének fákják majd, mert az egy elég nyomasztó. Úristen, tényleg olyan, mint valami Alien Covenantből egy ilyen bázis. Vagy Prometheusból, vagy valamiből, az a tipikus. Oké, azt így kiszedjük, beszedjük, kész is, jó, akkor szimmetrikus egyelőre. Fuhuhuhuhuhu, hülye vagy Keeper azért. Azért itt elborul, elment a lesz a Keepernek. Mi az a recsegés? Akkor ezt úgy kellene, hogy ide mindenképpen egy bejáratot terveztem, az az igazság. Az a baj, hogy fogok én ezen közlekedni. Lehet, hogy az kéne, hogy így. Itt fogunk közlekedni. Így. Ú, de rohadt sötét van. Ja, igazatok van, sötét van. Fákjákat kéne csinálni. Így. És akkor ide magam alá, meg akkor pakolunk. Hoppa, elfogyott. Elfogyott! És akkor itt lesz a létra, itt fog fölmenni. Középen. És itt lesz egy ajtó. Tehát akkor ez is be lesz falazva. És hogyha nagyon elesik föl minden, akkor le tudsz jönni és be tudod zárni azt az ajtót. Lehet, hogy azt kérem, hogy ezt meg így ráccsal vennénk körbe. És akkor azért, hogyha lejönnek, akkor innen is tudod őket gyilkolni, tudod? Úgyhogy az lehet, hogy azt lenne jó, nem? Nem, lehet, hogy egy ilyen projekt lenne jó. Oké. Kellene várnunk egy pár fát, pillanat, gyerekek. Nagyon bele vagyok itt merülve a dolgokba. Viszont nekem ez nagyon bejön. Nekem ez, én érzem, hogy ez ebből lesz egy olyan base. Kíváncsi vagyok, hogyha fölülről kitekintünk, akkor igazából mit látok be, meg mit nem, meg hogy működik az egész. Bár én attól félek, hogy kiütni nem fogok tudni a rácson, hanem csak ütni. Csak lőni, ugye? Úgyhogy azzal lehet, hogy lesznek problémák. De hát annyira nem, mert azért... Ja, azért lesznek azzal problémák. Rengeteg lőszert fog fogyni. De hát annyi baj legyen, gyerekek. Én bírom a lövöldözést egyébként. Bírom a lövöldözést, meg hát figyeljetek, előbb-utóbb nekiállunk majd kraftolni agyba főbe lőszert. Végtelen mennyiségű lőszert tudsz kraftolni magadnak, úgyhogy annyi baj legyen. Meg ugye később majd a lőfegyverekre azért jobban rá fogunk állni. De lesznek nagyon jó fegyverek. Meg hát a csapdák is azért majd adnak fognak hozzá. Hú, tök jó, nekem nagyon bejövő és nagyon bírom. Hát figyelj, ezt megiszom. Csak azért, mert haladjunk, gyerekek. Ebben a részben ezt fullosra meg kell csinálni, az lesz a projekt, az lesz a projekt. Ez azért tényleg fel lesz upgrade-elve ilyen betorra, meg esetleg később még durvább dolgokra, ugye acélra. Azért ott kibír egy-két hordát szerintem. Főleg, hogyha csapdarendszer lesz körülötte. Nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz a kilátás onnan föntről. Ja, meg fölülre is föl tudok rakni még rácsot pluszba. Ja, nem fogok tudni fölrakni, mivel ugye úgy van megoldva, hogy egy blokkot elfoglal, hiába raksz egy rácsot, akkor is egy blokkot elfoglal az. Úgyhogy ez nem biztos, hogy jó. Na, mondja, hogy ebből még kraftolunk néhány darabot, úgyis kell később is még fát meg annyit tudunk szedni, amelyet nem sajnálunk. Oké, gyerekek, akkor itt az lesz a szitu, hogy én itt föl fogok ugrálni, és befalazzuk az összes maradékjukat.
hogy a böszbe sötét van. Tudom. És hogy annyi, hogy lenássuk. Fönn kimegyünk, és utána a létrát felszorjuk. És akkor utána már létrát tudunk közlekedni föl. És ne nagyon jön zombi addig, amik itt szórakozok, mert azok pikpak szét fogják verni ezt az egészet. Ja, az alját azt fogom csinálni, hogy ráccsal majd körbevesszük. Ha nem is körbe, de mindenképp lesz rajta rács, hogy akkor tudjuk ütni a zombikat, ha úgy lesz. Oké. Okay. És ezzel föl fogunk jutni teljesen. Nagyon jó. Nagyon jó, és akkor ezt ki kell vennünk, ugye? És akkor itt meg létrát kéne lepakolni, bár egy kicsit fosok tőle, hogy lefele. Azt várjál már, ezt meg kell néznem. Öcsém, azért erről beszéltem, hogy innen full belátsz mindent. Innen látod, hogy honnan jönnek. Én ezt ki fogom pucolni, nem lesz itt erdő. Be fogom látni, az kilométer messzire érted az egészet. És akkor konkrétan tök látok mindent. Meg még ráadásul, hogyha itt futnak föl, akkor így, ahogy jönnek föl, én úgy tudok lőni, egy vonalba, ahogy jönnek, érted? Ez nagyon jó. Itt van a dupla rács, látod? Kívülre is lesz dupla rács. Ide nem tudok rakni majd rácsot sajnos, mert ugye ez elfoglal egy blokkot. De viszont a közepére tudok rakni, ez is védelmet ad. Igen, ez nagyon jó lesz. Ez brutál jó lesz. Ide még nem raktam dupla rácsot. Ezt várj, ezt le is kopizom, és akkor rakok oda is egy duplát. Kopi. Ja, várjál, nem olyat kellett volna kopizom, hanem ilyet. És akkor így beforgatod. És ez duplának számít, dupla falnak. Hát ez nagyon epic, gyerekek, ez nagyon jó. Jó, madarak azok lehet, hogy nem jó, hogy itt fölül támadnak, lehet, hogy középen jó lenne még egy kilátás. Oké, akkor annyi, hogy kellene nekünk blokk. És ugye a mentettek között nekem elvileg van olyanom, hogy lojtorgya. És akkor melyik falra kell? Várjál, nem nagyon mindegy ám. Arra a falra. Hát bazzer, már én biztos vagyok bele, hogy leesek, úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy én ezt nem tudom valahogy, hogy jussak ki innen. Hát, leesek, baszok rá. Csak nem leesünk le, gyerekek. Ja, kéne Animal Effort egyébként. Ilyen hülye zene van. Úgy utálom ezt a zenét. Nem is tudom, mire emlékeztet. Ilyen nagyon nyomasztó. Na, megvan ez is, ugye? Oké. Okay. Mindenki fizé lesz. Föld alatti bejárat. Én nekem ezt rendesen félek ebbe az épületbe. Mármint van egy ilyen brutál nyomasztó hatása, nem? Úristen, nem érzem benne magam jó, annyira nyomasztó ez a hely. Nagyon beteg, tényleg, van egy ilyen nagyon nyomasztó. Úristen, mit hoztam én létre? Pokol! Nagyon pokol, gyerekek, de nagyon jó, hogy egyébként így körbe látsz. Nagyon pokol az egész, gyerekek. Animal Effort az jó lett volna, figyeljetek, lehet, hogy be is fejezem, mert igazából ennyi ám az egész. Annyit megcsinálhatok, hogy majd, de az se kell, fú, ez nagyon para. Ott kimaradt egy blokk, várjál. Akkor már legyen full. Bazza, én rendesen félek ebbe is. Rendesen félek ebbe az épületbe, gyerekek, ez brutál lett. Ez nagyon beteg lett. Hát mit hoztam én létre, becsém? A pokol. Maga ez a hely. Azért valaki erre jár. Én ezt így meglátnám, meg főleg, hogy tele van csapdázó. Hát rendesen fosok ettől a helytől. Hú, bazze. Azért kitaláltuk, nem? És ugye nem lesz rajta bejárat, föld alatti bejárat lesz valahonnan távolabbra. Az lehet, hogy úgy fogom csinálni, hogy majd a városból, vagy valami olyan helyről, ahol ez tök jó, mit tudom, valami érdekes helyről, egy épületből, vagy ilyesmi. Viszont menjünk el izére, menjünk el. Fú, ez nagyon jó. Ezt föl tudok erre menni? Ha, tök jó. Lul!
Ez nagyon kemény, ez epic. Jó, elmegyek questel is, látszok szerintem. Mert miért ne? Hát az még mindig belefér. Hú, ez jó, de jó. Nagyon örülök neki, srácok, tök jó. Állj meg. Bírom nagyon, várj, együnk egyet, aztán azt hiszem, hogy ez még valami jó stamina reges cucc is. Jó. Megyünk, questelünk ezerrel, srácok. Tök jó, megcsináltuk. Rengeteg alapanyag kell, de majd fogjuk folytatni, csak most egyelőre akkor nem. Valami munkát adjál nekem, ami rohadt közel van, jó? Egy ilyen 284. Oké. 281 méterre. Nem is tudom, hogy... Hol a beceklem már megint? Ott a beceklem. Ja. Hát igen, sokat fogunk farmolni, sokat fogunk grindolni. Hogy ugye megszerezzünk azért mindent, de... Most már legalább azért a körvonalai megvannak az épületünknek. Így igazából ez olyan, mintha még csak megterveztük volna. Hát igen, fel kell upgrade-elni fára, utána gabonstone-ra ugye. Utána fel kell upgrade-elni, azt hiszem a következő a beton. De hát figyeljetek, ez így. Cobblestone-ra föl van, szerintem upgrade-elve, ott már azért el lehet benne hélerezni. Jó, ez baza. Ja, az a hülye izé megint. Dollhouse. Babaház. Mi ez? Ezeket érdemes nézni? Érdemes, mert ugye kell például nekem ez. A szapár füle az. Ecsém, facsiga, mit csinálnak ezek a gyerekek, ecsém? Hallod, ez csak egy kettes izé. Most faszt üted. Ah! What életben, mi volt ez, miért? Borsozik a hátamon a szőr, meg a bőr, minden bajom van. Hát az anyja úristene. A életben, amikor belenéz a pofádba egy ilyen hülye. Kukorica. Gyerekek, ezek miért ilyen rohadt sokan vannak, halad? Ez egy kettes, nem? Mi a fa? Ez egy... Az anyádul is, tehát mellém ütött. Ez egy kettes, másfeles nehézségi fokozattal van megáldva. Ez komoly, hogy kettőt is ki lehet ütni egyszerre? És mind a kettő föl kell. A bazza négyes szintű, vagy ötös szintű ez a Hammer most. Szarabbnak tűnik, mint volt? A kurva életbe. Összefostam magammal. Ezeket a kukoricákat nézegettem, hogy ezeket. Mit ad ez? Érdemes a szedni? Érdemes. Hotel lyukka. Az viszont meg már csak dekoráció, jól van. Menjünk tovább. Itt tudja, hogy előugrik valami hülye. Ott van benn. Mit keresnek zombik a szekrénybe? Ezt mondja, nem annyira értem. Ezt fölkelt? Hogy az anya úristenébe? Hogy a francba kelt föl? És mekkora köcsögök, egy csomó ideig fekszik, bazze. Tök így nézed, hogy na már, akkor biztos nem kell föl. Erre meg úgy hárba húz, mint az állat. Oda nézz is ebbe, oda ré, gipsz. És ez, van ebbe izé, van ebbe ilyen cucc. Pedig annyira nem szokott lenni, ezelőtt csomót kerestem és nem volt. Azt hittem, hogy nincs ilyen, hogy nevezik ezt már, ez a fürdőszoba szekrényben nincsenek dolgok, de aztán mégis vannak. A pöcsömbe, bazd, ez kevés helyzetben, ott talál a csávó, figyeld, ajtó mögött semmi. A rohadt életbe, bazd, fasznak futsz! Aminek így világjét a szemem, az fut, mint az őrület, mi? Chemical Station. Öcsém, hát a szemétek álljon már meg. Hát, ne szórakozz el velem.
Ebből a műanyagot ki kéne ütnöm, nem? 100-ból tudnék csinálni akkor ilyen víz dolgot, és akkor nem kellene rászorulnom arra, hogy elhozzam. Érted, ma 35. 40. Hú, összefostam már. Egy párszor. Föl, aztán hogy az anyámba. Hogy kell fölmenni? Jó, de jó. Gyerekek, ti láttok valami magukáton, hogy föl lehet menni? Ja, így, vagy mi? Nem lehet, nem lehet felugrálni. Hát mi a francba kell fölvenni, gyerekek? Megőrülök. Valahol kín, biztos valahol kín. De jó, én meg bejöttem ide kiirtani egy Raedlie hülyét. Hol kell felmenni? Everítsetek már meg. Hát komolyan mondom, megőrülök, hol kell felmenni? Autó. Műanyag? Hát bazze, hol kell felmenni a tetőre? Most én vagyok ilyen béna, vagy mit nem láttam meg? Szokott világítani ez az, hogy mit tudom, merre kell menni, erre meg itt szar sincs. Itt sincs semmi, itt sincs semmi, itt sincs semmi. Ugye fönn mutatja, egy szinte följebb, de hát itt biztos nem lehet felugrálni. Itt tuti, hogy nem lehet fölmenni, nincs semmi lyuk. Itt se lehet fölmenni. Ja, hol az anya, hol lehet fölmenni, gyerekek? Most ne haragudjál meg. De ez most mi ez? Hogy menjek oda föl? Hát akkor fogom azt építek ilyen, ne, szerintem nem így kellene. Na hát kénytelen, aki itt van, akkor... Ne megoldja. Megoldja Keeper Papper. Így vagy úgy. Madár! Húra életbe. Ez annyira kivéthetetlen az orrán rád repül, az ezt vége bulinak, érted? Itt volt valami csapóajtó. Volt valami létra? Sándor. De akkor elcsöszted a Keeper. Itt lesznek a zombi hadsereg. Nincs zombi hadsereg? Oda nincs mennyi loot, bazze. Ocsém, erről beszéltem egyébként, hogy lesz lőszer majd dögive. Valaki hötyörög. Az nem van. Oj, de jó! Oj, de jó! Van egy jó kesztyünk is, gyerekek. Hát... És egy... Igen, az ilyen... Nyíl cucc. Túl vagyunk terhelve, tudja a Keeper. Eladjuk majd a Jennynek a dolgokat, ha úgy van. Ami nem kell, azt adom el a Jennynek. Eladjuk. Itt meg valaki nyugtalankodik, én lemegyek ugyanitt, okosba. Hörög, ez meg bement közben szerintem az épületbe rendet tenni. Én meg leugráltam. Na! Ja, volt létre, csak nem vak volt a, meg volt a Keeper. Oké, még egy pár küldet is meg kéne gyorsan csinálni, azt akkor lesz egy kis XP-nk, meg talán lesz egy kis cuccunk, ami kellhet. Viszont ez egész jó. Bázist azt nagyon csinálnám egyébként. Hát főleg úgy tudnám ugye felfejleszteni a bázisomat. Hogyha tényleg azzal foglalkoznék, hogy esetleg megcsinálom a bejáratot, és abból ugye rengeteg kő meg mindenféle lenne, abból tudok cobblestone-t csinálni, fel tudom upgrade-elni. Ez a bicikli hang, ez senkit nem idegesít, csak engem, amikor így sustorog. Ja, túl vagyunk terhelve, mint az atom, gyerekek. Ugye megnézzük, hogy mit fogunk eladni Jennikének. Igen, én vagyok még egyszer.
Van jó félre izé, első segélycsomag. Legyen ez a crafting skill magazin bundle. Meg figyelj, most akkor vegyél dolgokat tőlem, mert mindjárt megőrülök. Range damage, az lehet, hogy jó lesz. Ez, meg jó, ez is jó lenne, hogyha eladná. Ja. Mindegy. Kovács, eladjuk. Ez is viheted. Ez nem kell? Akkor szevasz. Ez se kell. Ez is szevasz. Ez se kell, mert biztos nem fogok ilyet csinálni. Ez se kell, ez se kell. Shotgun, hát ez kettes, de van egy egyesem. Jó, lehet, hogy jobb ez, de most nem akarom ezt cipelgetni. Ez a bundle, ez, ja, ezt nem akarja megvenni semmiképp. Ezt a rohadt szendvicset is eldobjuk. Oké. Okay. Jó. Adjál még valami melót, amit gyorsan le tudok tolni. Legyen ez. Oké. Oké, hölgyem, oké. Ezt megyünk a rákba. Ezt a bundle-t, ezt open-eljük. Azt megtanuljuk őket. És már húzunk ki is. 15 óra 41, még egy fél év bele még egy küldetés. Legalább egy szintet lépjünk, majd valami történjen már velünk. Hol a biciklim? Aztán nem itt volt a biciklim, a másik bejáraton. Oh shit! Jó, hát ezt a küldit megcsinálom már. Lehet, hogy az is kér... Ja, nem tudom, visszamenjünk-e a... Az előbb... El lehet ütni a zombikat? Inkább nem próbálom meg, mert leült a biciklira. Vissza is lehetne menni a régi bázishoz, azt elhozni a cuccokat. Bár igazából inkább akkor már küldetés ezek. Meg kéne csinálni ugye a bázist, el kéne kezdeni farmolgatni. Meg kéne csinálni a bejáratot. Kéne csinálni izét, csomó fákját, hogy lássunk valamit, mert olyan sötét van ebben. Tényleg most azért egy kicsit kiábrándultam, mert brutál nyomasztó az, az egész. Nem is tudom, hogy sikerült azt ilyen nyomasztóra megcsinálnunk. Jó, ez kettő is felesek már. Aha, jó van, oké. Megfordulunk. Elkezdjük. Oké. Okay. Jó, kettő is felesek. Várjál? Ja, izé, létre. Hello! Gyertek barátaim, figyelj, ide bebújsz. Aztán rád rontanak, és nem tudsz mit csinálni, érted? Be oda, cumi. Ki van találva? Csávó favágó. Ezek ilyenkor meghalnak? Nem tudod, bazza, mert föl kell. Hogy rohadjon meg. Ezekben mi van? Gyerekek. Az ott rohad meg. Valami ötös dolgot megtanultam. Ó, legendary part. Ó, és írtátok is egyébként, hogy itt valószínűleg azért is kapok több ilyen, lesz majd több ilyen legendary parts is. Mert... ezt már megtanultuk. Mert ilyen kiégett erdő dolog van. Hoppa. Nyugtalan, Sanyi! Figyelj, olyan élmennyi öcsém. Kicsit meg akartam ritkítani őket, mert itt kettő hülye volt, mondom, nehogy véletlen szétverjelek. Betesznek stunlockba, azt nézegethetek mi? Figyelj, ott egy cipő, öcsém. Nehogy a cipőbe bele lehetett túrni. Menü körül útvonal. 28-as szabály. Aj! Kigyó-bigyó! Kurva életben, kigyó-bigyó volt. Hogy össze volt csavarodva mi?
Na, egy Zombielandet nézzétek meg, hogyha nem láttátok, még abban volt, van mindig a csávónak vannak ilyen szabályai, azokat mindig alkalmazni. Oh, figyeld, a teráriumból jött ki, beszarok neki, van itt minden, hallod, ki van találva. Teráriumból jött ki az a kígyó szerintem. Jó van, szavasz. Figyelj, cicis néni. Ki bevert neki egy olyat? Se tudtam, erre van előre. Oda rézzél egy nagy darab. Te, mi ez a kör? Füstölnek itt, vagy mi van? Ó, oh, hello. Valamikor néha olyan jó eltalálom őket instant. Vagy ez valami lekritel, vagy valami azért. Azért döglenek meg ilyen rohadt könnyen, vagy nem tudom. A fürdőszobában volt egy zsömle. Ebben meg papír. Nem. Murky Water. Mindjárt jobb, mint a papír. Szaros papírt találtunk eddig, csak ugye. Ó, meg is vagyunk. De hol van ebbe a főút, ebbe a házba? Hát ez elég gyér volt, nem? Semmi? Nincs főút? Vagy mi van? Csak van. Mindjárt benézzük a konyhába, hát hogyha ott lesz a... Tutti. Ó, van pince, akkor ott lesz. Hát azt figyelj, főút nélkül nem megyek el innen. Na már egyszer itten ide, ekecsölünk. Fuck yeah! Oké. Okay. Tök pitét megtanultunk kettes szintől. Hú, várjál! Ez nekem nagyon gyanús, itt ezelőtt ilyen helyen voltunk és valami nagyon kemény dolgozók jöttek. Ja, igen. Hú, ennek olyan róla vertem vissza kézből. Gyerekek nagyon izék, nagyon frankok. Jól toljuk. Tizenhét óra. Még belefér nyugodta. Oh, ott a szerszám, vagy izé a... vegyi cuccöcsém. Nem megint túl teszünk terhelve brutálisan. Nincsen animal fetem véletlenül itt? Egyébként. Kusi. Tököcske. Már három tökte van nálam. Ja néha jó lenne a izé fejlámpa. Azt mondom, hogy van egy fejlámpa bodom, most meg már csináltam sisakot is. Ugye van rajtam sisak. Oda néz bicikliváz, öcsém. Ezeket például arra, azért tök jó lenne, mert nem tudnám adni, ugye? Egy csomó hülyeség van itt. És el kéne adni. Kés alkatrész, vagy mi volt az? Tudja, hogy itt lesznek bazze. Oda néz, milyen izé. Milyen, micsoda jó pincék vannak. Ki volt ez a hang? Valaki, mint a sugdolózna. What the hell? Komolyan ilyen izői hangja. Ki a faszát? Mi ez? Cold resistet nevelő dolog. Úgy gyerek, a rohadt életben hallod, mit szórjan ki a hülye keeper? Ezt a három fát például. Ezt a 15 olmot. Akkor azokat kapjuk már föl. Mi van itt? A sörét ezt vigyük. Shotgun messiás és láda még ráadásul, figyeld. Jó, ez ott marad. Meg ott egy szép. Amit ugye szét lehetne verni, de hadd ne. A széfek azt hiszem ugye nem termelődnek amúgy se újra. Úgyhogy nem gond, hogy nem fogom kilutolni instant őket. Hát 15-tel túl vagyunk terembe, úgyhogy ez egy kénylódás lesz az a jutni. Az az aksi, az mennyit ér? 45-öt, azt is visszük. Viszont akkor mit dobjunk ki? Mi ez? Ennek nincs ára. Ezt kidobtam. Mi a pöcsön van itt?
Oké, akkor meg is vagyunk. Ezt leadjunk Jerrynek. Aztán szerintem megyünk föl alcsibalcsizni egyet. Mert most már késő lesz még egyhez. De jó lesz. Nem tudom, következő részben lehet, hogy meg fogom csinálni bejáratot az épülethez. Meg kell nézni, hogy van-e animal fetünk, mert kéne akkor csinálunk izéket. Fákjákat, ha van, de bár lehet, hogy nincsen, van egy olyan érzésem, hogy nem lesz. Azt a vaddisznót le kellett volna ölnünk. Izében biztos van nálunk, a másik bázisnál, de hát azzal sokra nem megyünk. Jó, az a bicikli téma, azért lehet közlekedni normális sebessége, még hogyha túl is vagyunk terhelve. Oké. Satú. Satúfék. Ezt megnéztem már, egyébként itt át sem néztem a dolgokat Jenny-nél. Ú, gyerekek, várj, ez pont úgy is egyesek vagyunk, meg van egy olyan, úre jó. Ez meg így, és akkor van egy ilyen rácsunk is. Igaz, hogy van már egy, de itt nálunk nincsen. Meg ugye később lehet azt csinálni, hogy több tűzhelyen, úgymond több tábor tűznél kezdesz el kaját készíteni. Hello, szia! Szevasz! Az érdekes, hogy ennek a scamnek a receptjét meg tudod találni. Figyelj, van két, Cobblestone 250. Lehet, hogy azt pont be fogom nyelni tőle. Csak nem fogom tudni hova rakni, mi? Aha, jó, az tök jó. Várjátok, együnk meg valamit, vagy valamit csináljunk. Aztán akkor ezt kapásból Cobblestone-om tudok upgrade-elni. Lehet, hogy nem ez volt a legjobb megoldás, de mindegy. Figyeljetek, lehet, hogy azt csinálom, nem is adok el semmit, hanem most már úgyis megyünk haza. Azt eltárolom inkább, lehet, hogy egy idő... Figyeljetek, most már annyira nincs szükségünk lóvére, nem? Mi a francnak? Várjátok, fölvernék egy küldetést. Aztán úgyis megcsináljuk holnap reggel, akkor nem kell bejönni Jennyhez. Vagy akármikor is, ha megcsináljuk. Jó. Ez mi az az Infested Clear? Az nem tudom, hogy mi. Óha. Ezek ízeik, ezek ilyen veszettek. Gyorsabban mozognak, meg nehezebb őket megölni. Tudod, ezek az ízeszeműek. Azt a betyár, az tök jó. Ó, ilyen is van. Ilyen quest sem volt régen szerintem, hogy ilyen külön volt lett volna. Hol a biciklim? Ja, úgyhogy ez tök jó. Szuper. De viszont most már nem megyek el, mert szarrá vagyunk terhelve. Hanem megyünk megyünk a házunkhoz, ahol tudunk aludni. Az hol van? Ott van valahol? Ott van, oké. Okay. Az tök jó, mert onnan meg hamar el tudunk menni. Azt lehet, hogy megcsinálom reggel. És lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy holnap nagyon megfoglalkoznék a bázissal. Na tök jó lenne, hogy azért az fejlődne valamennyit. Figyeljetek, ezt a biciklit, ezt be is fogjuk állítani arra. Hát jó helyen van. Ezt megyünk föl, elrendezzük a dolgokat, mert itt azért van minden is már. És akkor olyan dolgokat kellene magunkkal vinni. Nincs itt már az a kánya. Ami... Várjunk, mi az? Kaja. Nézzük, hogy... Igen, azokat ki tudtam rakni. Várjál. Kánya? Ezért én ezt leszedem, öcsém. Lehet, hogy betárazok előtte. Kánya, gyere ide! Basszad az anyád. Ó, te fiú! Hát nem hiszlek el. Végre. Ó, van, leesett. Oké. Okay. Alapanyag. Alapanyag. Az alapanyagba... Nem mondod, hogy megint egy kanya. Hát ez nagyon nem jó hely. Oké, okay, alapanyag. Ott tartottunk ugye. Alapanyagba mehet ez a kő is. Kiszorok szerintem mindent, ami alapanyag. Aztán újra fogom szedni. Mondjuk a kajákat, azokat már ne ide. Viszont akkor tudnék csinálni egyébként ebből, meg a kőből,
Meg ha fa van nálam, a fa van nálam, vagy azt elcsisztom az összeset. Mondjuk ebből leszkrepelhetnénk valamennyit. Hogy kell külön választani? Nem akarnám az összeset szkrepelni. De nincs rálam semmi fa. A francia sem bele, vagy nincs rálam semmi fa. Tudnék egy hatosat csinálni abból a baltába. A rohadt életbe. Nem vagyunk boldogok ettől se. Tessék. Megint csak a hülyeség megy. Jó, akkor elrakjuk. És akkor még kell nekünk egy olyan, hogy fegyó. Abból megint kirakjuk, ne legyen nálunk sem annyi a lőszer. Fegyóban már nincs semmi. Ez az alapanyag még ide jön. És a kaja ugye ide megy. Ez is menjen, ez is menjen, ez is, 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 ez is. És ez is, ez is, és ez is. Oké. Okay. És akkor úgy nagyjából megvagyunk, ugye? Azok maradnak nálam, és akkor innen majd átrendezzük azt, hogy mi az, ami kell. Az upgrade-eléshez kell cobblestone. Ami még szükségeltetik clay, ugye? Ami még szükség lehetetik. Hát ezt is elvisszük. Meg mi az, ami kell? Hát lehet, hogy ebből ezt elviszem, és akkor csinálunk belőle egy hatos ilyet. Az úgy jó lesz. Mi az, ami még kellhet, gyerekek? Fát azt ültetnék egyébként, azt akkor tök hamar tudnék fát szerezni, de minek nekem fa? Inkább úgyis el kéne pusztítani ezt a maradékot, ugye? Akkor az nem kell. Innen más, hát ezt a gyöppöt ezt elviszem, mert azért felszámcraft vagy ilyesmi az esetleg kellhet. Bár igazából hamar tudnék szedni azt is. Meg a követ fogjuk vinni, mivel ugye ezekből fogunk építkezni egyenlőre. Akkor, mi az, ami még kell nekünk? Kaja. És egy kicsit ilyen tényleg tökörésző is van, de ezeket át akarom nézni. Vigyünk kajákat, piákat. Hogy? Van murky water-öm. Hogy legyen nálunk kaja, pia. Ne kelljen bele vesződni. Ugye, ez így jó is, nem? Ugye gyerekek? Kb. Úgy jók vagyunk. Más nagyon nem kell. Oké, okay, hát akkor így állunk. És szerintem akkor a következő reggel, várjatok, még egy dolgot meg akartam nézni, nincs skill pontom. Kettő skill pontom van, látjátok? Csináljuk a questeket, akkor viszont tök jó, mert skill pontod lesz annyi, mint a sár. Amit meg akartam nézni, hogy ez, ehhez ugye kellene 7-es szint. És ugye ahhoz viszont szerintem a 7-es szintünk az pont meg lesz ebből. 2 pont kell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-es szint megvan. Ezt nem baj egyébként, hogy amúgy is nyomtuk, mert ugye jó ez. Jó ez. És akkor most már ugye ezt majd meg tudom venni, csak kell hozzá egy pont. Bombbreaker. És még nagyobb sebzést tudok vele csinálni. Erre kár volt raknom. Akkor már ezt meg tudnám nyitni. És föltoljuk a maxra. Ezt föltoljuk maxra. Az erőm az max lesz, mivel közel harcolunk, de amúgy is tök jó, mert máshoz is jó, ugye? Az erő, írja, hogy... Érdekes, hogy a sárgánáknak is van valami... valami chance-et ad valamire. Dismember, ezt a chance-et. Meg headshot bónuszt ad, milyen érdekes. Na, jó, oké, elbúcsúzom srácok, úgyis 21.50, 2 van. A következő részben akkor lehet, hogy azt csináljuk, hogy nekiállunk. Nekiállunk építkezni. Azzal ne kéne húznom a fejemet. Nekiállunk építkezni, jó? Várlak benneteket. Igen, megcsináljuk a külső alagutat. Hú, animal fat-et akartam megnézni, hogy nincsen nekem animal fat-em. Az mindenem van, csak animal fat-em nincsen. Ugye abban nincs, akkor nem tudok fákját csinálni. Ami is a másik helyen egyébként van. Viszont a nélkül meg nem leszek nagyon jó. Lehet, hogy átmegyünk a másik bázisra. Reggel lehet, hogy figyeljetek, akkor ezt mégiscsak az lesz. Hogy ezt, oké, okay, hogy ez most a kajás. De ezeket akkor kirakjuk. Ami ugye nálam kell, hogy legyen. Reggel megkajálunk, megpiálunk, és le... Nem, ezeket elviszem magam. Átmegyünk a másik bázisra. Áthozunk dolgokat, gyerekek, mert ez nem állapot. Áthozunk dolgokat. Ott van animal fat, tudunk csinálni izét.
Tudod mit? Fákját. Abban én nem akarok lenni abban a bázisban így. Megnézem a térképen. Aha. Nagyon jó. Hát ez még legalább körülbelül eddig ki fog jönni a piramis, meg utána még a védművek. Hát ez szerintem a városig el fog érni. Egy ilyen hatalmas nagy béz lesz az egész. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csá-csá!